Moszkva, 1924. január. Lenin halála egyesítette az országot a gyászban. Dacolva a zord orosz téllel több millióan zarándokoltak el bebalzsamozott holttestéhez. Ki fogja ezután vezetni őket? A párt vezetői közül ki méltó arra, hogy Lenin utóda legyen? A hatalom a legkevésbé ismert pártvezér kezébe került. Ha a sors nem avatkozott volna közbe, Josif Stalin nevét ma csak a történelemkönyvek lábjegyzeteiben említenék. A végzetes agyvérzés. A Kreml trónjáért folyó örökösödési harcok még a vezér életében megkezdődtek. Lenin élete utolsó évét súlyos betegen töltötte. Szeretője, Inessa Armand meghalt, ő maga pedig egyre gyakrabban panaszkodott fejfájásra, melyet az orvosok egy merénylet során kapott nyaklövésnek tulajdonítottak. Lenin kenyeret, békét és földet ígért a népnek, ehelyett szenvedést és rémálmot hozott. Polgárháború és éhínség pusztította az országot. Ez volt Lenin Oroszországának tragédiája. Ha Lenin azt akarta, hogy pártja hatalmon maradjon, kénytelen volt újra gondolni politikáját. Megfogalmazta és bevezette az új gazdaságpolitikát, azaz a NEP-et. A korlátozott mértékben engedélyezett magángazdaságok hatására jobb élet köszöntött az országra. A kemény vonalas kommunisták közül jó néhányan úgy látták, hogy Lenin intézkedései a kapitalizmus visszaállítását szolgálják. A pártvezér kénytelen volt latba vetni személyiségének minden erejét, hogy keresztül tudja vinni akaratát. A karizmatikus egyéniség elszántan erős kézzel kormányozta országát a mérsékeltebb útra, de ez az időszak nem tartott sokáig. Lenin 1922 tavaszán kapott először agyvérzést. Ahogy sejtette, nem ez volt az utolsó. Időlegesen megbénult, nem tudott beszélni, ezért vidéki házába Gorkijba szállították, ahol nővére és felesége Krupszkája gondozta. Ezekben a sötét hónapokban távol a Kremltől és a politikától Lenin csak a pártvezetők legszűkebb körével tartotta a kapcsolatot. Leggyakoribb látogatója hűséges elvtársa Sztálin volt. Lenin szemében ő volt a tökéletes választás. A párton belül szürke eminenciásnak tartották. Lenin néhány hónappal korábban őt nevezte ki a kommunista párt főtitkárának. De Sztálin tudott könyörtelen is lenni, és ezt a jellemvonását Lenin fel tudta használni az új gazdaságpolitika támadóival szemben. Vajon egyforma kép élte a két ember fejében a forradalomról? Nem könnyű meghatározni, hogyan is viszonyult Lenin Sztálinhoz. Lenin egyrésztről a gazdaság fellendítése érdekében mérsékelt politikát hirdetett, másrésztről arra használta Sztálint, hogy erősítse a pártvonalat. Úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben az ember nem feltétlenül a legközelebbi ideológiai szövetségeséhez fordul, hanem olyan embert keres, akiben tökéletesen megbízhat. Lenin számára ez az ember Sztálin volt. A betegségtől elkeseredett Lenin olyan kéréssel fordult Sztálinhoz, amely megfelelt fiatalabb elvtársa könyörtelenségének. Azt kérte tőle, hogy ha paralízise maradandó lenne, segítse őt a halálba ciánnal. Sztálin
Sztálin megígérte, hogy teljesíti a kérést. Lenin a halál gondolatával foglalkozott, és tudta, hogy meg kell keresnie utódját. Lenin egyszer sem nevezte meg az utódját. Ebben az összefüggésben nem említette sem Trockij, sem más nevét. Egyfajta kollektív vezetésképe lebegett a szem előtt. Lenin három különböző szerepet töltött be. Ő volt a párt vezető teoretikusa, szellemi vezére és szervezője. De Lenin halála után, sőt, már betegsége idején is világossá vált, hogy nincs olyan ember, aki képes egyedül betölteni mind a három szerepkört. Mint minden diktátor, Lenin is úgy gondolta, hogy senki nem elég jó ahhoz, hogy folytatni tudja azt, amit ő elkezdett. Utasítása szerint a hatalmon egy triumvirátus, avagy trojka osztozott. Sztálin, Kamenyev és Zinovjev. Lenin távollétében ők hárman irányították az országot. Szintén ők hárman feleltek az ország első emberének egészségéért. Látszólag a vezér érdekében cselekedtek, amikor külföldi orvosok hadát küldték Leninhez. Ezek az orvosok felkeresték őt Gorkij házában. Újabb és újabb terápiákat próbáltak ki rajta, és végeláthatatlanul vitatkoztak a diagnózison. Volt, aki a szifilisz mellett tette le a voksát. Lenin elkeseredett levelet írt Sztálinnak. Az orvosok nevetséges dolgot műveltek, megpróbáltak eltiltani a politikai gyűlésektől. Bolond az, aki az egészségi állapotomra hivatkozik politikai kérdésekben. Remélem megérted és elküldöd az orvosokat. Lenin szavának egyre kevesebb figyelmet szenteltek. Házi őrizetben tartották saját vidéki házában. De ki? És miért tette ezt? Kamenyev, Zinovjev és Sztálin nem avatták be Lenint abba, ami a Kremlben történt. Szövetségük nem volt problémamentes, mégis egységesen, tökéletes összhangban léptek fel Lev Trockij ellen. Trockij a Vörös Hadsereg vezetője volt, kiváló szónok, aki a dezertőröket visszavezette a csatamezőre. Trockij büszke arroganciája és zsidó intellektusa azonban sok kommunistát gyanakvással töltött el. Ez az ember inkább lett volna saját hadseregének tábornoka, mint egy kollektív parancsnokság ezredese. Trockijnak kiváló politikai érzéke volt, ami fenyegetést jelentett a vezetőségre, nevezetesen Kamenyevre és Zinovjevre nézve, akik ezért szövetkeztek Sztálinnal, és a pártaparátus erejét használták fel a Trockij elleni harcban. Lenin örökségéért még a pártvezér halála előtt megkezdődött a harc. De elvtársai legnagyobb meglepetésére Lenin egészsége oly mértékben javult, hogy 1922. októberében ismét munkába állhatott. A triumvirátus tiltakozása ellenére Lenin megjelent a Kremlben, és hajmeresztő munkatempót diktált. Közeli munkatársai megerősítették a gyanúját, a három vezér klikket alkotva uralkodott. Lenin hamar elfáradt, ezért a politikai bizottság üléseiről korábban távozott, de a triumvirátus a távollétében is döntőképes volt. Egyik elvtársa a következőket mondta: úgy tűnt, Lenin érzi, milyen összeesküvés szövődik a háta mögött. Ez az elvtárs Trockij volt. Lenin aggódott a jövő miatt, és ez egyre közelebb vitte Trockijhoz. Az aggodalom alapjául a párt túlságosan centralizált és bürokratikus felépítése szolgált.
Sztálin, aki számos kulcspozíciót mondhatott magáénak, úgy uralkodott akár egy cár. A másik fontos kérdés a szovjet köztársaságok egyesülésének mikéntje volt. Amikor Lenin 1917-ben hatalomra került, egy kulturálisan és etnikailag megosztott birodalmat mondhatott magáénak. Lenin fenntartotta a lehetőséget, hogy a kisebbségek, ha úgy kívánják, elszakadhatnak a Szovjetuniótól. Amikor Grúzia helyi kommunista pártja kifejezte önállósági törekvéseit, Lenin kész volt figyelembe venni követeléseiket. De Sztálin a nemzetiségi ügyek népbiztosa másként gondolkozott. Ő és cinkosa Orzsonikidze megállapodást kötött, amelynek értelmében a határvidékek nem szakadhattak el. A tiltakozó grúz elvtársakat könnyűszerrel visszaszorították. Bár maga is grúznak született, a hatalom orosz sovinisztát formált Sztálinból. Lenint felháborította Sztálin brutalitása, ezért Trockijhoz fordult, aki később azt állította, hogy Lenin hajlandó volt koalícióra lépni vele Sztálin ellen. Lehet, hogy Lenin Trockijt szánta örököségül? Nem arról van szó, hogy Lenin szövetkezett volna Trockijjal. Inkább súlyos kétségek merültek fel benne Sztálin és a triumvirátus politikáját illetően. Trockijhoz segítségért fordult. December 16-án Lenin másodszorra kapott agyvérzést. Két nappal később Sztálin személyes gondjaira bízták a pártvezért, ami egyet jelentett a teljes elszigeteltséggel. Sztálin utasítására Lenin csak keveset dolgozhatott, és csak a titkárainak diktálhatott. Ő azonban a közelgő pártkongresszusra készült, ahol személyesen kívánta elvtársai tudomására hozni fontos, profétikus üzenetét. Lenin azt mondta Trockijnak, hogy olyan bombát készít, amely tönkreteszi Sztálint. December 24-én a politikai bizottság utasításaival dacolva Lenin leült és diktálni kezdte politikai végrendeletét. Ironikus is egyben, hogy Lenin politikai végrendeletét a moszkvai levéltárban őrzik, szigorú biztonsági intézkedések mellett. Helyén való, mivel miután Lenin befejezte a diktálást, utasítást adott arra, hogy az iratot a legnagyobb titokban tartsák. Ironikus, mivel az irat tartalma egy napig sem maradt titokban, ugyanis Lenin titkárai mind Sztálin besúgói voltak. Így Sztálin fel tudott készülni a védekezésre. A végrendelet hangulata sötét, pessimista. Olyan ember írása, akit elkeserített a forradalom fejlődésének útja. Lenin a párt minden vezetőjét kritikával illette. Még Trockijt is, aki, mint írta, túlzott magabiztosságot mutatott, és túlságosan lefoglalta a munka adminisztratív oldala. A legélesebb kritika Sztálint érte. Róla ezt olvashatjuk. Sztálin korlátlan hatalommal rendelkezik, és nem vagyok biztos abban, hogy kellő óvatossággal gyakorolja ezt a hatalmat. Túlságosan durva, és ez a jellemvonás megengedhetetlen egy főtitkárnál. Javaslom, hogy az elvtársak gondolják ki, mi módon lehet Sztálint eltávolítani pozíciójából. Lenin tönkre tehette volna Sztálint.
Célja, hogy Sztálint eltávolítsa, még határozottabbá vált, amikor tudomást szerzett egy néhány héttel korábban lezajlott incidensről. Amikor Sztálin fülébe jutott, hogy Lenin lediktált Krupszkájának egy Trockijnak szóló levelet, fenyegető hangon bírálta az asszonyt, amiért megszegte a párt Lenin egészségére vonatkozó utasításait. Krupszkája síró görcsöt kapott, Lenin pedig követelte, hogy Sztálin kövesse meg az asszonyt. Sztálin válaszából érződik, mennyire semmibe vette a haldokló vezért. Lenin, Krupszkája nem csak a feleséget, hanem régi elvtársnőm is. Ha úgy látod, hogy kapcsolatunk megőrzése érdekében vissza kell vonnom szavaimat, megteszem, bár nem értem, miben hibáztam. Lenin súlyosan alábecsülte Sztálint, amikor kinevezte a párt főtitkárának, és ezzel hatalmat adott a kezébe. Utolsó reménye az volt, hogy a kongresszuson felhívja elvtársai figyelmét a veszélyre, de a sors úgy akarta, hogy erre ne kerüljön sor. A Krupszkáját ért inzultus mélyen felzaklatta a beteg pártvezért. Még aznap ágynak esett, és orvosai szerint egész nap sírt. Két nappal később, március 9-én érte a harmadik agyvérzés, amely megfosztotta a beszéd képességétől. Ettől kezdve 10 hónappal később bekövetkezett haláláig Lenin Gorkijban lévő házának fogságában élt. Elméjének állapota csak egy-egy szótag kiejtését tette lehetővé, mint például vot, vagyis íme, vagy szjezd, azaz kongresszus. ...1923 áprilisában megkezdődött a 12. pártkongresszus, amelytől Lenin Trockij hallgatólagos hozzájárulásával Sztálin bukását várta, és amely végül a főtitkár diadalát hozta. Sztálin legyőzhetetlen pártgépezetet hozott létre. Iskolázatlan, de hozzá hű embereket nevezett ki a helyi pártszervezetek élére, akik gondolkodás nélkül követték az ő egyszerű, fegyelmet és egységet parancsoló elmondatait. Sztálin mesterien tudta manipulálni még a párt legfelsőbb vezetőit is. Amikor a kezükbe került Lenin végrendeletének pártreformokat sürgető néhány részlete, Sztálin meggyőzte őket arról, hogy ne foglalkozzanak vele. Levélben javasolta a vidéki pártszervezetek vezetőinek, hogy tegyenek ők is ugyanígy. Ezekben a cinikus hangvételű levelekben Sztálin arra biztatta a pártvezetőit, hogy Lenin végrendeletét ne komoly politikai dokumentumnak tekintsék, hanem egy súlyosan beteg ember lejegyzett gondolatainak. Ezt az állásfoglalást az akkori Moszkvai Politikai Bizottság minden tagja aláírta. Még Trockij is, akihez pedig Lenin nagy reményeket fűzött. Lenin végrendeletét nem ismerte meg a kongresszus. A Sztálinról szóló, bombának szánt szavak egészen 1956-ig titokban maradtak. Trockij a többség mellé állt. Mint mondta, elvben Leninnel értett egyet, de úgy látta, előnyösebb, ha nem változtatnak a fennálló renden. Még Sztálin újraválasztását is támogatta. Vajon miért? Úgy gondolom, Trockij azért állt a többség mellé, mert félt attól, hogy magára marad a politika dzsungelében. Tisztában volt vele, hogy előbb-utóbb elszigetelődik, és tudta, hogy így Sztálinnak és környezetének, Kamenyevnek és Zinovjevnek nem okoz majd gondot, hogy őt tönkre tegyék. Trockij
Trockij hiába próbált jó viszonyt fenntartani politikai ellenfeleivel. Mind jobban elszigetelődött, és hiába keresett támogatókat. Reménytelen harcot indított a vezetésen belüli demokratizálódásért, ami miatt frakciózással vádolták. Trockij esetében ez nem csak a politikai halálos ítéletet jelentette. január 21-én Lenin meghalt. A nép reakciójára nincs racionális magyarázat. Tömegek gyászolták, ami meglepő egy olyan rendszer eszmei atyának halálakor, amelyet az ország minden táján átkoztak. Vajon az új rendszerbe vetett hit megnyilvánulása volt ez, vagy a tömegek fájdalmának katartikus felszabadulása? Vagy már hatott a Lenin kultusz bűvereje, és az orosz nép úgy hódolt Leninnek, mint a régi időben a cár atyuskának? Stálin maga szervezte a temetést, mert felismerte, hogy politikai tőkét kovácsolhat belőle. Lenin akarata ellenére bebalzsamoztatta a holttestet, és a Vörös téren álló mauzóleumba helyeztette, mint egy középkori szent relikviáját. Stálin hatalmának alapja a Lenin kultusz volt. Mint mondta, Lenin meghalt, de a leninizmus él, amelynek őrzője ő, Stálin. Vajon történhetett volna-e másként? Lehet, hogy a népnek nem kellett volna elszenvednie a sztálinizmus rémségeit, ha Lenin közölni tudja szándékát a pártkongresszuson. Vagy a rezsim brutális elemei oly mélyen gyökereztek, hogy az erőszak elkerülhetetlen lett volna, bárki is kerüljön hatalomra. Trockij élete utolsó éveit számüzetésben Sztálin bosszúja elől menekülve töltötte. Sztálin az ő nevével ostorozta a pártot. Tízezreket végeztetett ki azért, mert állítólag kapcsolatban álltak vele. A gulág felé vezető utat holttestek szegélyezték. Ellenségei 1940-ben Mexikóban találták meg Trockijt. Egy jégcsákánnyal gyilkolták meg. Sztálin uralma alatt az emberek vérükkel fizettek hibáikért. Közreműködött Kertész Péter, Tarján Péter, Forgács Gábor, Cséh Németh Lajos. Magyar szöveg Jó Eszter, szakértő dr. Sipos Péter, szerkesztő Duró Gábor, hangmérnök Teravági Mov Zoltán, gyártásvezető Kerényi Kata, szinkronrendező Sostanics Ágnes. A magyar változatot a Spektrum Televízió készítette.